határtalan pályázaton sikeresen részt vettek a hetedikesek, hol jártak? Idén már másodszor vettünk részt a határtalanul pályázat keretében erdélyi tanulmányúton. Az idei hetedikesek is Erdélybe, Székelyföldre látogattak el. 42 tanulónk és 5 kísérő tanárunk vett részt ezen a fantasztikus utazáson. Sétáltak Kolozsvár utcáin, Házsongárdi temetőbe, megmásztak olyan helyeket, mint a Békásszoros, a Szent Annatót körbesétálták diákaink, illetve a Dilkostavat. A gyerekek saját maguk készítettek koszorúkat, tehát koszorút helyeztek el Tamási Áron síremlékén, Orbán Balázs szejkefürdői síremlékén, illetve Benedek Elek szobrát, Petőfi szobrát megkoszorúzták Fehéregyházán. Eljutottak a Nyerges tetőre, amit a Székely Termopilének is szoktak nevezni, ahol egy hősies csata zajlott, és ott is megkoszorúzták a hősök emlékét. Nagyon érdekes tanulmányúton vettek részt, nagyon érdekes tájakat barangoltak be, az egészről útinaplót vezettek, följegyezték élményeiket. Amikor egy-egy érdekes helyhez közeledtek, akkor a diákok kis előadást tartottak a buszon. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak, hogy jól érezték magukat, mert mindenképpen jól érezték magukat, nem csak, hogy sok szép élménnyel tértek haza, hanem sokat is tanultak Székelyföldről, megismerkedhettek az ottani emberekkel. Úgyhogy nagyon örülünk, és reménykedünk abban, mert beadtuk a pályázatunkat jövő évre is, és reménykedünk abban, hogy a mostani hatodikosok jövőre szintén eljuthatnak a csodálatos Székelyföldre. Az ilyen jellegű pályázatok a tanároknak a munkáját mennyire tudja megkönnyíteni? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy történjenek ilyen pályázatok. Én ezt a határtalanul pályázatot nagyon jónak tartom. Az évfolyamot nagyon összehozza. A tanárok annyira belelkesedtek, hogy amikor itt az élménybeszámolót, a vetítéses élménybeszámolót tartottuk, akkor minden tanár azt mondta, hogy jövőre szervezzen nekünk ilyet a kollégánk. Egy erdélyi kollégánk az, aki ezeket az utakat szervezi. Úgyhogy lehet, hogy tantestületi kirándulásunk jövő évben Székelyföldre fog irányulni. Nagyon úgy néz ki, mert nagyon elnyerte a kollégák tetszését.